Az 59. Zsoltár Dávidé, amikor Saul férfiakat küldött, hogy figyeljék meg a házát és öljék meg. Ragadj ki ellenségeim közül, Istenem, és a reám támadóktól oltalmazd meg engem. Ragadj ki engem a gonosztevők közül, és a véreskezű férfiak közül szabadíts meg engem. Mert íme a lelkemre leselkedtek, reám rontottak az erősek. Sem vétek, sem bűn nincs bennem, Uram, gonoszságom nélkül futnak és készülődnek ellenem. Siess elém és lássad, és te, Uram, seregek istene, Izrael istene, ébredj föl az összes nemzetek meglátogatására, ne könyörülj senkin, akik hűtlenül cselekszenek. Este felé majd visszatérnek és ugatnak, mint a kutyák, és körüljárják a várost. Íme, árad a szájukból a szó, és kard van az ajkaikon, vajon ki hallja? És te, Uram, kineveted őket, kigúnyolod mind a nemzeteket. Én erősségem, reád várok, mert Istenem, menedékem vagy. Istenem, az ő irgalmassága megelőz engem. Tegye meg, Isten, hogy lenézhessek ellenségeimre. Ne öld meg őket, nehogy valaha elfelejtse az én népem. Szórd szét őket erőddel, és terítsd le őket, oltalmazó Uram. Az ő szájuknak bűne, ajkaik beszéde, és fogassanak meg gőgjükben. A káromlás és a hazugság miatt, amit beszélnek. Emészd el őket dühös haraggal, emészd el őket, és ne legyenek. És tudják meg, hogy Isten uralkodik Jákobon és a föld határain. Este felé majd visszatérnek, és ugatnak, mint a kutyák, és körül járják a várost. Étel után kóborolnak, ha pedig nem laktak jól, morognak. Én pedig énekelni fogom a te erősségedet, és ujjongani fogok reggel irgalmasságodról. Mert erődítményem lettél, és menedékem szorongatásom napján. Én erősségem, neked zsoltározok, mert Isten erődítményem vagy, én Istenem, én irgalmasságom. A 60. Zsoltár Dávidé, amikor Arám Naharaim és Arám Coba ellen vonult ki, és amikor Joáb visszatérve legyőzte Edomot a Sóvölgyben, 12 000 embert. Isten, elvetettél minket, leromboltál minket, megharagudtál, fordulj vissza hozzánk. Megrendítetted a földet, összetörted azt. Gyógyítsd meg romlásait, mert megindult. Kemény dolgokat mutattál a te népednek, megitattál minket szédítő borral. Jelt adtál a téged félőknek, hogy elfussanak az íjak elől. Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid, szabadítsd meg a te jobboddal, és hallgass meg minket. Isten szólt az ő szent helyén, örvendezem, és felosztom Szikemet, és Szukkót völgyét kimérem. Enyém Gálaád, és enyém Manasszesz, és Efraim az én fejemnek erőssége. Júda az én jogarom, Moáb az én mosdótálam. A Sarum tiporja Edomot, és rákiáltok Filiszteára. Ki vezet el engem a megerősített városba, ki vezet le engem egészen Edomig? Nem de te, Isten, aki elvetettél minket, és nem vonulsz ki, Isten, a mi seregeinkben. Adj segítséget nekünk a szorongatásban, mert hiába való az ember szabadítása. Istenben szerzünk győzelmet, és ő fogja eltiporni a szorongatóinkat. A 61. Zsoltár Dávidé. Hallgasd meg, Isten, az én könyörgésemet, és ügyelj az én imádságomra. A föld széléről kiáltottam hozzád, miközben szorongott a szívem. A számomra megközelíthetetlen sziklára vezess engem.
mert reménységem lettél, erős torony az ellenséggel szemben. A te sátradban fogok lakni mindörökké, szárnyaid árnyéka oltalmazzon engem. Mert te, én Istenem, meghallgattad fogadalmaimat, és megadtad a te nevedet félők örökségét. Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsad. Trónoljon örökké Isten színe előtt, az irgalmasság és az igazság tartsa meg őt. Így zsoltározok majd a nevednek örökkön örökké, hogy megtegyem fogadalmaimat napról napra. A 62. zsoltár, Dávidé. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle való az én szabadulásom. Mert ő az én menedékem és az én szabadulásom, erődítményem, többé meg nem rendülök. Meddig rohantok még rá az emberre, és romboljátok ti mindnyájan, mint a meghajolt falat és a ledöntött sövényt? Mert magasságukból azon gondolkodtak, hogy letaszítanak. Gyönyörködtek a hazugságban. A szájukkal áldást mondtak, és a szívükkel átkozódtak. Csak Istenben nyugodjál meg én lelkem, mert tőle való az én türelmem. Mert maga Isten az én szabadulásom, erődítményem, meg nem rendülök. Istenben van az én szabadulásom és az én dicsőségem. Erősségem Istene, és menedékem Istenben van. Reménykedjetek benne, nép egész gyülekezete, öntsétek ki előtte a szíveteket, Isten menedék számunkra. Mert hiába valóság Ádám fiai, hazugság az emberek fiai, ha mérlegre lépnek, könnyebbek a füstnél valamennyien. Ne reménykedjetek az erőszakban, és a rablás rá ne szedjen titeket. Ha árad a gazdagság, a szíveteket ne kössétek hozzá. Egyszer szólt Isten, e kettőt hallottam, hogy a hatalom Istené, és tiéd, Uram, az irgalmasság, mert te megfizetsz kinek-kinek a cselekedetei szerint. A 12. fejezet. Aki szereti a fegyelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a dorgálásokat, az oktalan. Aki jó, kegyelmet fog meríteni az Úrtól, a ravasz férfit pedig ő maga fogja elítélni. Nem fog megerősödni az ember a gonoszságból, és az igazak gyökere nem fog megmozdulni. A szorgalmas asszony korona a férjének, s mint rothadás a csontjaiban a becstelen asszony. Az igazak gondolatai ítéletek, és a gonoszok tanácsai csalások. A gonoszok szavai vérre leselkednek, az igazak szája megszabadítja őket. Fölforgatják a gonoszokat, és nincsenek többé, az igazak háza pedig megmarad. Tanításáért dicsérik a férfit, aki pedig gonosz szívű, azt megvetik. Jobb a szegény, aki magának szolgál, mint a dicsőséges és kenyeret nélkülöző. Az igaz törődik állatainak lelkével, a gonosz bensője pedig kegyetlen. Aki megmunkálja a földjét, jól lakik kenyérrel. Aki hiába valóságokat követ, esztelen. A gonosz kívánja a legrosszabbak tőrét, az igazak gyökere pedig teremni fog. Az ajkak bűnei miatt hálóba kerül a rossz, az igaz pedig kimenekül a szorongatásból. Saját szájának gyümölcséből telik el jókkal mindenki, és kezének művei szerint fizetnek meg nekik. Az ostobának útja
egyenes a maga szemében, aki pedig bölcs, meghallgatja a tanácsokat. Az ostoba azonnal kimutatja a haragját, a megfontolt pedig úgy tesz, mint akit nem ért sértés. Aki igazságot lélegzik, az igazságosság megmutatója, a hazug tanú pedig a csalásé. Van, aki vakmerően beszél, s mintha karddal szúrna, a bölcsek nyelve pedig gyógyulás. Az igazság ajka szilárd lesz örökre, a hazugság nyelve pedig csak egy pillanatra. Álnokság van a rosszat gondolók szívében, akik pedig a béke tanácsába mennek, azokat öröm követi. Semmi szerencsétlenség nem éri az igazat, a gonoszok pedig